Színpadi műsorok, ugrálóvár, gyermekprogramok, finom ételek és italok várták a családokat a szombati rendezvényen. A legtöbben Szekszárdról és környékéről érkeztek, és mivel az időjárás is kedvezett a szabadtéri programoknak, minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Nagyon jó, kellemes családias hangulat, felnőttek gyerekek mindannyian megtalálják a maguknak való programot. A gyerekek a felfújható játékokat élvezték a legjobban, de az arcfestés is népszerű volt. Még várasztunk, táncoltunk, és arcfestés ennyit. És melyik volt a legjobb? A We Love Tolnát négy helyszínen rendezték meg, Dunaföldváron, Pakson, Faddomboriban és a Szekszárd melletti helyszínen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, már évekkel ezelőtt elkezdtek azon dolgozni, hogy a fejlesztések mellett a helyi közösségek megerősítését is segíteni tudják. Most már az anyagi javak úgy nagyon-nagyon szépen felgyarapodtak, mind a családoknál, mind a településeknél. Vannak olyan települések, ahol nem nagyon tudnak mit építeni, mert nem tudnak mire pályázni, mert megvan az óvoda, a bölcsöde, mindent fölújítottak, a járdák ki vannak fényezve, tehát nagyszerű az dolog. És ezért próbáljuk mi azt a szempontot előtérbe hozni, hogy az emberek lelkét, szívét, meg a gondolatvilágát kellene tuningolni. Fehérvári Tamás azt mondja, hogy a következő ciklusban nem csak a fejlesztések, hanem a hasonló közösségépítő programok is folytatódnak.